ad bennünkre az ünnepre a lókész küldésekében telik el. A szó azt jelenti az Úr érkezése, Jézus születését értve rajta. Az adventi koszorú fényt jelképező négy gyertyáját adventi négy vasárnapján nyújtja meg a család. Szép fenyő, ó, jó fenyő,
kettő, lomb levelet nincs rajta, felszokogásságát fog vihet a balra. Védi artagatra, tarszol álmodik, ága bok a gara. Csak a tőlevel fenyőt küdezölje, vír a szóban fagyban, szintén az a földre, valami nagy titka van a fenyőpának. Dobolt a csöndesek, mint a madár szárnya, mintha csillag húlna, mintha lepke szállna, mintha lepke szállna, szírom a rózsára, hantalan száll a hét fenyőt dobozára. Készüljetek fenyő, ha vírad a holnap, vigyetek öröm hét kicsiknek nagyoknak, országnak, világnak, jövendőnk békéjét népek erre várnak. Gyenge fácska voltam, fenyves erdőlányám, mellette a tényén meg hatalmas betyám. Ők oly nagyok voltak, szinte égig értek, nem őket vágták ki, csak a csemetéket. Erdő édesanyám, zúgok keservében, de csak vittek minket, nyikorgó szekére. Messzire kerültünk, nagy házak tövébe, zúgó rengetegből, ember sűrűjébe. Minket körülálltak, azután megvettek, engem egy nagy tágas hajléka cipeltek, ott rám aggattak sok-sok édességet, aranyhajszálakat, édes csemegéket. Mint csillag az égen, annyi csillog rajtam, mint hó az erdőn, fénylik minden gajam. S jönnek az emberek picin csemetei, zsivonva, ujjonva, jönnek engem nézni. Én a nagy erdőben süvölvényben voltam, itt meg a fejemmel mennyezetig voltam. De szép karácsonyfa, zenték, csicserelték, szétélnek szemünket rajta megeltették. Kacagtak, daloltak, táncoltak körülöttem, soha nem volt részem ekkor örömben. Mert a mi erdőnknek nincs tarka virága, de most kinyílt rajtam az öröm virága. Yeah.
testvére tisztes fenyőfát állítunk. A kicsinka látjon, a fenyőerdőben növekedik. Készülődik éveken át az ünnepre. Annak kerül a fenyőtalba, hogy beledobja az ünnepi estét. A felnőtt fenyők sohasem kerülnek be karácsony estén az otthonokba. Ők a behavazott hegyoldalakon ünnepelnek, csillaggyertyákat gyújtanak, vagy kaléból kerül rájuk mézes kalács. Alig várják már, hogy gyertyáik ezüst fényével, a hold alatt kaléjával beledobják a megyeket, völgyeket. A szálfenyőjék ígér, csillag a gyertyája, mézes kalács orkali fényen a gyugája. Karácsonyi szálfenyő fenyős erőtéke, sugarál a légredő sugárról a béke. Aztán a Jézuska arra jár a fenyős erőtőjén, ezüst baltájával, ezüst hűrészével válogatja, vágja ki az ezüst fenyőképet. Ez is fanyos képet. Zarvas lesz a szempolyak a visszatérőket, ha mindenkinek jusson belőle, a szegénynek is a gazdának egyaránt, hiszen az ünnepi hangulatban mindenhol várnak egy jókora fáskát, vagy egy apró fanyomágoskát. Jégezüstös fenyvesedő Jézus kajánőzre vár, egy-egy kacsú fenyőnél hosszasan eládogál. Megszemléli, méricskéli, nagyban összemeddig él, ágaira aranyalma, ezüst dió mennyit él. Ezüst fűrész, ezüst dolta, munkálódik esteli, ünnepesti fenyő ága, szánkol, amíg megteli. Lámszarvas trappol a szánnal, nagy az öröm hangigó, köröskörű karácsonyi hangulatban hullagó. A Jézuska meghozta végre a várva várt fenyőket. A kicsik és a nagyok alig várják már, hogy gyertyája fényében sziporkázó csillagszóróival beragyogja mindannyiuk karácsony estéjét. Az ünnepi asztalra állított fenyő szeliden hagyja ágait, egészen közel hagyol a boldog gyerekeket, akik becelni csillagot tűznek rá. Ezüstszála, angyalhaja díszítik. Kaptasztán csillagot, gyertyát és fehéret, kinyújtom ágaim könnyebben felérhest, víz is felezüstel, öcsémnek kúrnak, megrakott ágaim eléjük hajolnak. Mondjatok éneket, zengőt és vidámat, békesség reményét nyújtom a világnak.
és a csillagot követve elindultak, hogy megtalálják és megajándékozzák az Úrszülő királyt, akiről a jövendőlések szólnak. Egy mosolygó kísérnek jelenleg engem, csícsőzőzám, boldogság király. Gerjünkra, és keresünk a helyet, ahol én születni fogok. Szeretném felérni, én is király vagyok, a te királyod is, minden ember királya. Nézd ki a boldogot, csillagmelyet régen látsz, de leszünk jelző. Az álmon befejezünk, és én felébredtem. Már vannak. Az ég olyan megpillantottan csillagot, mely nagyobb és fényesebb volt a többinél. Gyorsan összekészítem a holmimat, és elindultam, hogy találkozom az én királyommal. Úgy látom, még az útba vagytok. Merre tartottok? Én a csillagvilágban járok. Én is azt követem. És tudjátok, hogy mi az úgy cél? Egy város lehet, ahol nagy király születik. De melyik város? Hogy hívják a helyet, ahol a csillag végre megáll? Barátaim, menjünk tovább együtt, hiszen közösen sokkal könnyebb szívvel járó vándor. Nagy örömömre szolgál, hogy itt összetalálkozunk. Én is azt hiszem, hogy együtt biztosabb a célhoz. Folytassuk útunkat, nehogy szem előtt éveszünk az irányjelzőt. Gáspár, menjél! Boldizsár! Csillagnyomán kóricsár! Hagyjátok a csillagot, hazudnak a jósatok! Országotok hazavár, ki tovább egy nagyszamár. Fejet elni adjatok, bevette a masszagot. Vándorbotot kaptatok, s most az úton vattatok. Jó tanácsot adok nektek, megfordultok, hazamentek. Palotátok hazavár, Gáspár, menjél, Boldizsár! Barátaim, mit tegyünk? Úgy látom, gonosz a szándék, mert akartunk a céljukból. Talán azért kellett találkoznunk, hogy közös erővel szemeszállassunk, ezzel az ördögfajzattal, aki talán megfordulásra készített volna bennünket. Úgy látom, ő az, aki nem csak kívül fekete, mint az én országom lakói, hanem belsője is tele van sötétséggel és gonoszsággal. Távol! Tovább megyünk! Nem hátrálunk meg miattad! Jól tetszétek, hogy nem hittetek szavainak. Biztatok, a csillagnyomán célhoz értek. A nagy király nem sokára megszületik. Atya vár benneteket, hogy meglátogassátok az őszülöttet, akit a legkor megtanulhatjátok mindazt, amire látok. Menjetek tovább együtt, és tartsatok ki szándékotokban. Hamarosan rátaláltok arra, akit kerestek. Ki lehetett az a fehér ruhás? Úgy beszélt, mint az ég küldötte lenne. Nekem is több bizalmam van hozzá, mint a fekete ördög bajzakhoz. Ugyanaz a véleményem. Mi alatt beszélt hozzám, jön virágulatot éreztem, az előzőnél pedig volt kacsarok kénykörét. Kövessük a csillagot a kapott tanács szerint. Azt kérte, hamarosan célba térünk. Hallották, az úr tegnap kivégeztette a fiát. Palotában mindenki erről beszélt, pedig a fiú nem tört volna trónjára. Herodes annyira félte az uralmát, hogy nem tűnt maga mellett vezétársa. Retteg attól, hogy mennyiszer átveszik tőle a hatalmat. Kivel suttolózol a helyet, hogy dolgoznál? Talán ellenem szövöd a terveidet? Hadd halljam! Uram, királyom, ki tudna rólad egy oszlót is fejteni,
minden szabad. Eredj a dolgodra! Nagyon szomorú vagyok. A fiamról kiderült, hogy ellenem lázad. Ebben az országban mindenki csak lázad. Nem ismerik el, hogy én vagyok az egyetlen uralkodó, a leghatalmasabb király. Ő volt az, aki álmomban
királyok álmukban utasítást kaptak, hogy nem menjenek el Heródeshez, mert ő a gyermek életére jutott. Így másokon értek vissza hazájukba. Józsefnek is megjelent álmában a fura angyalás, hogy kelj fel, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, mert Heródes keresi a fiút, meg akarja ölni. József így is tett. Amikor Heródes látta, hogy így játszották, haragudóban, mégis Betlehembe, meg a környéken minden fiú gyermeket megöletett 7 éves korig. Rövid idővel később gyűfetett és meghalt, a szent család akkor visszatért Nazaretbe. Jézus pedig gyarabodott bölcsességben, korban,